a legtöbb beszélgetés már ott elakad, egyrészt, hogy az illető nem mer oda menni, nem tudja, hogy mit mondjon, vagy lefagy már a legelején. Tehát így azért nehéz beszélgetni, hogy nem mersz oda menni, nem tudod, hogy mit mondj, és nem tudod, hogy hogyan kellene továbbvinni egy beszélgetést. Ezek azok a dolgok, amiket érdemes mélyvízszerűen megpróbálni, gyakorolni, nyilván egy megfelelő közeget, terepet választani a gyakorláshoz, de ha miután kiválasztottad azt, hogy kihez szeretnél oda menni, akkor ne erőltetni próbáld a beszélgetést, tehát azért hagyd meg a lehetőséget a másiknak arra, hogy nyitott-e egyáltalán veled kommunikálni. Hogyha megvan alapból egy kölcsönös szimpátia, akkor érdemes rögtön a közös pontokat, a közös érdeklődési területeket feltérképezni, vagy alapvetően azzal indítani, hogy mi az, ami téged érdekel. De mindig nyitott egy nő arra, hogy beszéljen arról, ami számára fontos, a gondolatairól, az érzéseiről, mert ez az, amit általában a férfiak nem kérdeznek meg, pedig minden nő szeret beszélni arról, hogy mi az, ami az ő világa szempontjából fontos, vagy mi az, ami körül a gondolatai forognak, mi van a fejében, és ha már ezen el tudsz indulni, már ehhez tudsz kapcsolódni, már az egy fél siker.